Azt ígértem, hogy megtanítalak arra, hogy embereket meg magadat típusba sorolt, meg megtanítalak arra is, hogy hogyan tudod az embereket befolyásolni, sőt manipulálni. Még arra is megtanítalak, ráadás bónusz, hogy hogyan tudod rajta kapni hazugságot. Mert ugye, hogyha valaki egy valódi élményt mesél, akkor abban az élményben ott van valamennyi modalitás. Ezért élmény az élmény, mert hogy az élmény az úgy van elraktározva a mi agyunkba, hogy bármelyik modalitás előhozhatja. Erről a, tehát mondjuk, hogy ha egy finom süteményt evett valaki, akkor annak az illata is előhozhatja, az a porcelántányérnak a formája, vagy a csörgése, vagy az a kávéházi hangulat, ez mind-mind előhozhatja, nem is szólva a látványról, vagy a nevéről, azok előhozzák azt a süteményt, hogyha élmény volt az a sütemény. Proust eltűnt idő nyomában a Madeleine sütemény, ez egész regény tele van vele. Tehát az élmény az minden modalitás mentén megőrződött. Na most, aki hazudik, az nem figyel minden modalitásra. Tehát azt mondja, hogy és akkor bemegyek, és akkor látom, hogy állatom vörös fejjel és ordít, és fú, teljesen el tudom képzelni, hogy micsoda büdös volt ott. És akkor meglátom a szemén, hogy úgy gondolkodik, hogy büdös is volt. De akkor jön, hogy ez itt ő valamit kavart. Tehát az igazán jó az, hogy az őszinte élmény mesélésnek az a jó csekkölése, hogyha végig csekkeled a modalitásokat. És minél közelebb van a vizuálishoz, annál gyanúsabb egy élmény. Minél inkább a tudata, tehát a mozgásból indul ki, vagy az illatból, vagy az ízből, annál biztosabb, hogy valódi élményt és igazat mesél. Tehát, hogyha azt mondja, hogy beléptem, öregem, olyan sós íz lett a számba, meg elkezdtem remegni, ahogy ott láttam, ahogy ott vörös fejjel ordít, na az már valami. Tehát ott már nagy részt igaz lehet. Persze attól még megbújhat a hazugság valamelyik modalitásból, úgyhogy csekkold végig.